Nagypénteki szertartásra várták a híveket a Szent Imre templomban péntek este. Ezen a napon Jézus megkínzásának, halálának és temetésének napján a középpontban a passió, Jézus szenvedés története és a kereszthódolat áll. Spányi Antal megyéspüspök elmélkedésében arról beszélt, Jézus keresztáldozatában az Isten irgalmasságát és jóságát kell szemlélnünk. Úgy szeret minket, hogy fia életét adta azért, hogy megmentsen bennünket bűneink következményeitől. Spányi Antal a szenvedéstörténet felidézése után arról beszélt, hogy olyan időket élünk, amelyben az ember elfogadja az elfogadhatatlant. Jézus kényszenvedését szemlélve erőt meríthetünk, hogy ne tűrjük a rosszat, a jót engedjük kiteljesedni. Milyen lépések vezettek 2014-től kezdve az orosz-ukrán háborúhoz, hogyan játszott szerepet ebben az amerikai elnök, az Európai Unió, a nyugati országok? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik ellátogattak a Matthias Corvinus Kollégium legutóbbi előadására. Kis Rajmond, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője, a PEACE tárgyalási koncepciót ismertette a résztvevőknek, amely szóösszetételnek fontos részei a prioritás, az érdek, az alkalmazkodás, a kidolgozás, a békés kapcsolat megalapozása. Az előadó elmondta, Oroszország nagyon sokat veszített a szankciókkal, de az országot mégsem lehet leválasztani a gazdaságról. A nyugati országoknak szüksége van az orosz energiaforrásokra. A Világbank szerint eddig 100 milliárd forint vesztesége volt a háború miatt Ukrajnának, a helyzet legnagyobb nyertese pedig Kína lett. Oroszország 2014 óta sokat erősödött, számba vette, hogy milyen geopolitikai környezet van körülötte. Van egy! Soha nem volt ennyire népszerűtlen amerikai elnök, és ez még diplomatikus. Volt egy nagyon csúnya afganisztáni fiasko, amikor ott hagyott minden, és kirohantak, azért ez segített a gondolataiban. És van egy olyan Európai Unió, ami nagyon széthúz, nem találja önmagát, föderalisztikus legyek, nemzettudatos legyek. Európa legnagyobb terelőversenyének ad otthon Székesfehérvár a húsvéti hosszú hétvégén. 8 országból 50 kutya, 21 fajta képviselteti magát ezen a rangos rendezvényen. 3 pályán, 3 bíróval párhuzamosan folynak a futamok 3 napon keresztül, egészen húsvét vasárnapig az Újcsóri út melletti réten. Magyarországon már több mint 20 éve rendeznek hasonló versenyeket. 1999-ben kezdődött a terelősport, pár lelkes embernek köszönhetően pedig már nagyon sokan vannak, akik felismerték, hogy a terelő kutyáknak ez az ideális elfoglaltság. A mostani versenyt a tradicionális osztályba tartozó terelő kutyáknak hirdették meg. Igyekeztek a feladatokat úgy összeállítani, hogy életszerű helyzeteket teremtsenek közben a párosoknak. Így a kutyák megtanulják mindazt, amit őseiknek tudniuk kellett. A kilátogatók találkozhatnak úgy a magyar fajtákkal, mint a tradicionális francia, belga vagy épp ausztrál terelő kutyákkal. A birkák különböző létszámba vagy számba helyesebben ki vannak engedve, és a kutyáknak különböző feladatot kell végrehajtaniuk, hogy milyen irányba, hova és miként tereljék a birkákat. Egy nagyon népszerű verseny egyébként, és ami lényeges, hogy a Fehérvár a házigazdájai most már a 2 év után, és ahol vagyunk, a házigazda adja bázist, illetve hozzá birkákat természetesen. Számos program várta az érdeklődőket az első alkalommal megrendezett medvehagyma fesztiválon a Soponyai Ökoturisztikai Központban szombaton. A Vadex ZRT szervezésében megvalósuló programon a látogatók megismerhették a medvehagymát és felhasználási módjait. Volt kutyás bemutató, vadászgörény bemutató, gasztronómiai programok, a gyerekeket pedig bábszínház és erdei játszótér is várta. A Vadex ZRT jó néhány standot felállított a rendezvényen, ahol számos gasztronómiai különlegességet lehetett találni, köztük például medvehagymás szarvassonkát is. A fesztivált zenei fellépések színesítették, és meg lehetett nézni, hogy történik a madárgyűrűzés és a solymász bemutató. Számos programmal várjuk a látogatókat. Egyrészt szeretnénk bemutatni ezt a sokoldalú növényt, hogy mennyire sokféleképpen fel lehet használni a gasztronómiában is, illetve a kisgyerekeknek és a kisgyerekes családoknak is készültünk sok programmal. Kutya bemutató, állati jó bemutató, változatos színpadi zenei programok és rengeteg gyermekprogram várja a látogatókat.
színesebbnél színesebb alkotások, nemezett tárgyak, táskák, ékszerek, gyöngyből készült csodák láthatók a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A kiállítás anyaga azoknak az asszonyoknak köszönhető, akik 20 alkalommal munkálkodtak együtt hétről hétre. A kiállítás és a szakkörök a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósultak meg. Az országban 5000 ilyen szakkör indult el novemberben. Az intézet 20 alkalmat támogatott, 5 főnek biztosította az alapanyagot, videókon segítette a kézműveskedést és szakköri füzetet is kiadott. Az aszakör által készített gyöngyékszerek és a nemes technikával alkotott szépségek április 30-áig tekinthetők meg. A következő szakkör indítása ősszel várható. A Nemzeti Művelődési Intézet indította el ezt a szakkör foglalkozás program sorozatot, azért, hogy ezzel is a tudást megosszuk és közösséget építsünk. Egyébként el kell mondani, hogy a pandémiának az egyik hasznos folyamánya lett, mert először online térben indult ez az egész, egy online felületen, és amikor már a járványügyi helyzet engedte, akkor indultak a szakkörök élőben.